Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kardos Péter főrabbi, a Magyar Rabbi Testület doenje. Szép jó reggelt kívánok, és köszönöm, hogy egy ilyen nehéz héten is fordított ránk időt. Jó reggelt kívánok, nézőknek is. Szép jó reggelt. Gondolom a Rebecen, a kedves felesége, otthon már nagyban a Pészakra készül, és a nagy takarítást, a húmedztalanságot kezdi meg a lakás bizonyos részeiben. Így van, csak erre a pár percre megszakítja a munkát, hogy láthassa a családfőt. Több oka is van, hogy hívtuk, hisz hamarosan a zsidóság elindul, valamikor régen elindult Egyiptomból, majd 40 évet barangolt a sivatagba. Pénteken RF Pészak van, a Pészak első estéje, a pészaki vacsora. Ön a közösséggel vagy családdal, hisz ez a második világháború után, legalábbis itt Kelet-Közép-Európában, valami változáson ment keresztül, azelőtt a zsidó családoknál otthon ülték a Pészakot, legalábbis ahogy én tudom. Ebbe több kérdést vetett föl szerkesztő úr. Először is nem csak az időjárás változott meg, de úgy látszik a luach is, mert gyerekkoromban és fiatalkoromban nem emlékszem arra, hogy egymás után ennyiszer essen péntek szombatra a széder. Utóbbi időben sűrűsödött, ezért nálunk Zuglóba egy széder lesz csak péntek este, ez a közösségi széder, ami mindig is volt. Szombaton egyedileg mindenki otthon vagy vendégségbe tölti a második estét, mert ha betartanánk a pontos előírásokat, a sabbat kimenetele az igen késő lenne, és még a széder, és még a gyerekek, akiknek fönt kéne jó sokáig akkor lenni. Reggelig davenolhatnának. Hát Zuglóba általában 3-4 óra, nettó 4 óra egy széder este. Az nem semmi. A közösségi széder estét már a felújított zsinagógába, vagy még mindig vendégségbe töltik? Másik aktuális kérdés, abszolút aktuális. Két éve minden széderkor azt énekeljük a Le Sonoha Bobirusoláim helyett, Le Sonoha Bobe Tököli út. Azt akartam mondani a főrabbi úr, hogy jövőre mindenhol eléneklik, hogy jövőre Jeruzsálemben, a felépített Jeruzsálemben. Ezzel szemben ők a magyar változatban úgy éneklik, most már kettő esztendeje, hogy jövőre majd a felépített zuglói zsinagógában, a Tököli úton. Ám de... Hogy stílusos legyek, mit tesz Isten? Az idén elkészült 99%-ban a zsinagóga, csak bizonyos műszaki problémák miatt szinte biztos, hogy ünnepek után már átköltözünk, és egy május 5-i dátummal terveink szerint egy bar micvával kezdjük a ottani évadot. De ugye tudja a főrabbi úr, hogy miért 99%-ban készült el? Igen, nekem hivatalból szépítenem kell az adatokat. Tervezői, kivitelezési hibák miatt húzódik. Dehogyis. Ha elmegy Bönébrákba, egy nagyon, vagy a Meásárénba, egy nagyon vallásos zsidó családhoz, hát a tapéták ott sincsenek befejezve. Ez igaz, de mi egy teljes zsinagógát ajándékoztunk idézőjelbe, nem fejeztük be már két Pészak óta, úgyhogy nem csak egy tégla, hanem egy egész zsinagóga nem készült el. Most im Yirce Hasém... Isten segítségével, ha a jó Isten is úgy akarja, ez a szó szerinti és pontos fordítás. A minap emlékeztek. Ön az utolsó rabbi, aki magyarországi rabbi, aki túlélője a vészkorszaknak, a soának. Az életmenetén Mitzad HaHaim ön imádkozt el a meggyilkoltakért, az elesettekért szóló imát. Beszéd az alkalommal nem tartott, de keményen a tömeg szemében nézett. Mire gondolt, amikor
föltette a táleszt, fölmászott erre a pulpitusra, és szembenézett a nagy csapattal. Nem gondoltam, hanem éreztem a Génius Loci, ha jól tudom, így mondják, a helynek a szellemét. Egyik oldalamon ott a parlament, ahol a zsidó törvények születtek. Jobb oldalamon a Duna, aminek tudjuk a történetét, és még ott mécsesek által megvilágított cipők. Szóval a hely szelleme annyira, hogy mondjam, összepasszolt ahhoz, hogy őszinte ájtattal énekel, mert már többször életemben énekelt imád, félelmetes volt, és a fáklyák fénye, tehát minden ült, hogy úgy mondjam, hogy méltó legyen befejezéseként ennek a nem mindennapi életmenetnek. Hadd szóljak egy mondatot még erről. Gordon Gábor, az Életmenet Alapítvány vezetője 17. alkalommal rendezi meg ezt a menetet. Az egyetlen szervezet Magyarországon, amely a túlélők érdekében és a túlélők kárpótlása, kényeztetése az ő feladatuk. Tökéletesen megfelelnek, az idén még a rendezés is, mint írtam neki, Jeruzsálem szintű volt, mert mikor ott a 90-es években részt vettem egy ilyen életmeneten, minden 10 méterben egy dobos, egy más előadó volt, itt pedig a neveket sorolták méterenként a hangszórókból szünet nélkül. Tehát a rendezés is nekem egyedülálló volt. Főrabbi úr, hamarosan zsinagógája lesz. Van zsinagóga vagy nincs zsinagóga? Elindulunk Egyiptomból. Vajon az akkori zsidók, akik a rabszolgasorból kitörtek, gondolhattak arra, hogy mi egyszer egy olyan nép leszünk, akinek saját hazája van, akik megvédjük magunkat, akiknek hadserege van, aki nem hagyja többet, hogy ilyenek történjenek vele? Most mondhatnám azt, és nagyon szépen hangzott, hogy bíztak Isten ígéretében. Igen ám, de ahhoz képest elég sokat lázadoztak, elég sok kifogást emeltek a pusztai vándorlásat, és így tovább. Hát nem lehetett könnyű 40 évet ott a sivatagba barangolni. Ez így van, többször nem bíztak, nem hittek Istennek, aranyborjú egyebekre hivatkozhatnék, azonban Mózes, aki szüntelenül kiállt a nép mellett, ne a népet pusztítsd el, az én nevemet törölt ki a Tórából, tehát alkukat kötött Istennel, nem láthatta meg az ígéret földjét, csak messziről a hegyről, mert olyan bűnöket, most a 21. században ez bűnnek nevezni egy kicsit ilyen régies dolog, hogy a sziklára rácsapott a helyet, hogy csak hozzáért, hogy vizet fakasszon, összetöri a kőtáblát, hogy mert felháborodik azon, hogy aranyborjút épít a nép. Ugye a biblia magyarázók elmondják, hogy nem törte össze, kicsúszhatott a keziből ilyettébe, hogy ezt meglátta. A másik magyarázat szerint tulajdonképpen a betűk felszálltak, tehát nagy károsodás csak magával a kővel történt, de Isten nem bocsájtotta ezt meg, és Mózes különben is ugye kis hiúságtól vezérelve kifogásolta. Túl soká voltam, táv volt, hát azt hitték, hogy meghaltam. Hát így gyászolnak engem, hogy táncolnak az aranyból. Igen, de hát könyörgött az örökkévalónak, hogy legalább hagyj nézzen át. Igen, ezt meg is kapta ezt a lehetőséget, hogy láthattad, de hát ez egy szimbolikus dolog volt, mondjuk 40 évi vándorlás után ez a megnézhette. Hát közben voltak ugye a kémek kikülhet, ez egy több kaland volt még a vándorlás alatt, a kikémlelése az országnak. Nem adatott meg neki. Önnek hány év után adatott meg, hogy átnézhessen az ígéret földjére, hisz hosszú ideig nem igazán akartak erre lehetőséget adni önnek? Nem tudom, hogy az az eskü, amit a egyházügyi hivatal koriferusai előtt tettem, a titoktartás és a egyéb, hogy még érvényese. Már nem. Már nem.
akkor el kell mondjam, hogy a 70-es évek végén feketén volt alkalmam megtekinteni az ígéret földjét. Bécs, izraeli követség, és nem betétlap, elmenés, és egy novemberi, jéghideg novemberi esős éjszakán indult a gép a Svehati repülőtérről, és leszállt Tel Avivba, először is látjuk a fényeket, leszállt Tel Avivba, és egy forró levegő csapott meg bennünket. Szóval ez felejthetetlen. Azóta többször voltam, de az első út, mint az első szerelem. Ezt nem lehet elfelejteni. Ez nem olyan, mint a szabadság szele, amikor megcsapja az embert? Nekem erről azt hiszem egy különálló vélemény, ami a szabadságot illeti. Lehet, hogy a saját tapasztalataimat vetítem ki. Én megértem a Egyiptomból kivonuló zsidókat, hogy nem szerették, hogy szabadok lettek. Sokkal kényelmesebb a rabságba, ide rabságba érte saját kis zöldséges kerttel, amit nem pusztít el a jégeső, saját kis kényelmükbe. Kényelmesebb a diktatúra, mint a demokrácia. Ezt mindenki tudja, demokrácia sokba is kerül, mármint a szabadság. Na azutáról nem beszélek, hogy az elmúlt 30 évben nekünk itt magyarországi zsidóknak most csak helyileg, mivel járt mondjuk a rendszerváltás utáni néhány esztendő, ami merőben eltér a mai időktől, úgyhogy maradjunk abba, hogy nekem a rendszerváltás egy vagy két éve, nem, több, 5 vagy 10 éve történt számomra. Annál is inkább, mert ma már nem szabad ünneprontónak lennünk, de egyik bizonyíték, hogy az életmenete magyar költségvetésnek a cím során is ott van. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Hák Pészak kesert kívánok önnek, legyen kóser pészakja. Azon már gondolkodott, hogy melyik unoka fogja elmondani a Mánistenet? Lehet, hogy kicsit elfogultnak tűnök, de azt hiszem az én unokám lesz, legalábbis az egyik, tudomásom szerint, aki elmondja, de nálunk van úgy, hogy 4-5 gyerek kórusban mondják, éneklik el, már nem mondják, hát én időmben még dallama nem volt a Mánistánának, csak most lett utóbb, tehát gyerekek szokták elénekelni a Mánistánát, és én éneklem el nekik a válaszokat is. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Próbáljanak legalább erre az egy estére, még nem a Tököliton, hanem ahol vendégségben vannak, mondja el, hol vannak vendégségben. Ugyanott, ahol már 2,5 éve a Sejber iskolának az egyik tantermébe. Vannak zsinagó... még szabad székek az asztal körül? Nincsenek. Akkor nem buzdítom önöket, hogy elmenjenek. Nézzenek körül a városba, több helyen is van ilyen. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és kellemes ünnepeket. Én ugyancsak a kedves hallgatóknak kóser Peszachot kívánok, és nyugodt, kellemes ünnepeket. A nyugodtat nem véletlenül mondom, mert ez egy elég kényes ünnepünk a Peszach, különösen ha egybeesik a keresztény húsvéttal. Most a vörösbornak az eleinte való eltiltása a vérváddal kapcsán, és ilyenkor ugye sok minden konfliktus szokott történni, de ez a múlt már, legalábbis remélem. Hogy nem. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, előzetesek, és már is következik Mohos Gábor püspök úr, tartsanak velünk.